a felkészülés egy kicsit nehézkesen indult, létszámban nem voltunk annyira meg, de utána elsikerült menni ismét a mátrázi edzőtáborba, ott a csapat elvégezte a munkát, összekovácsolódott újra, a bajnokság sikerült feletlenül lehozni, volt egy erős riválisunk a Gloriet, velük kétszer döntetleneztünk, egyszer sikerült 2-0-os hátrányba felálljunk. Azután, hogy megnyertük a bajnokságot, jött a rájátszás, első meccse jól indult, 2-0-ra megnyertük, kapott gól nélkül, 2-t rúgtunk, ennél jobb eredmény nem lehetett, így a visszavágóra kicsit már könnyebben tudtunk elmenni. A visszavágón, ahogy megrúgtuk az első gólt, ők összeestek, itt már tudtuk, hogy miénk a győzelem, a feljutás, és végül még tudtunk egyet rúgni, ráadásul, és így nagyon nagy ünneplés volt a meccs után. Feljutottunk egyen jobb bajnokságba, elértük a célunkat. Hát ez a cél már 4 évvel ezelőtt is ezt akartuk volna. Sokszor nem sikerült például a koronavírus miatt, vagy pedig kikaptunk egy utolsó meccsen a Szegeddel, és ezáltal nem tudtunk feljutni, de most sikerült, és nagyon nagy volt az öröm. Hát azt még nem tudjuk, hogy ki lesz az új edzőnk, de július 20-án kezdődik a felkészülés, és szerintem a csapatból egy ember fog eligazolni, de azon kívül egy marad a csapat. Hát ugyanúgy próbálunk feljutni, ugyanúgy akarunk lenni a top 5-be, és nem akarunk vereséget ugyanúgy. A 2007-es születésű játékosok, egy 3-4 darab játékos volt, aki feljebb tudott játszani 2008-ból, ők adták a keretet. Ezek a játékosok nagy része, azt mondom, hogy mióta én átvettem 4 éve, szinte folyamatosan együtt voltak, 8-9 játékos ezt a 4 évet, sőt, ha visszatekintek, már gyerekkoruk óta együtt fociznak. Egy pár játékos volt, akik itt a menet közben az elmenők, és a keretet próbáltuk pótolni, és ők csatlakoztak a keretünkhöz. Minőségben talán az egyik akadémiánk egyik legkiemelkedőbb tehetségű játékosaik voltak ebbe a korosztályba, ezért is szerettünk volna már évek óta egy komolyabb bajnokságban részt venni, itt a feljutás révén is, ezért volt kitűzött cél már évek óta. Sajnos csak most tudtuk elérni, és viszont ennek nagyon örülünk. Hát igen, nem csak ezt a szezon, mert 4 év alatt ez a társaság egyetlen egy vereséggel zárta, tehát, de az idei évre visszatérve vártunk az MLS-től egy átszervezést a bajnokságunkra, amely én megmondom, hogy nagy várakozással tekintettem elé, mert reméltem, hogy egy olyan bajnokság lesz, ahol már nagyobb kihívás elé lesznek állítva a játékosaim. Ez teljes mértékben nem valósult meg, mert olyan minőségű csapatok nem voltak, ahol hétről hétre színvonalas mérkőzéseket tudtunk volna játszani. Egy versenytársunk volt a Gloriettese, akikkel versenyt futottunk itt a bajnokságért. Így azt mondom, hogy simán tudtuk megnyerni a bajnokságot, de mondom, nekünk ez nem ez volt az elsődleges célunk, hanem hogy a rájátszásba tudjunk majd egy olyan meccset játszani, amivel mi fel tudunk kerülni egy magasabb bajnokságba. Hát mivel én 4 éve vagyok velük, ezért testközelből láttam, hogy mennyit fejlődtek, de ha csak erre az 1 évre bontom le, akkor is szemmel látható volt, hogy mennyit tudtak előrelépni már gondolkodásban, már fizikai fejlődésen is átmentek, és meg tudták ezt mutatni a magasabb, vagy a idősebb korosztályban is, a 2006-os csapatunkban is tudtak már 60 játékperceket gyűjteni. Ez nagyon hasznos volt, mert ott folyamatosan kihívás elé voltak állítva, és meg tudták mutatni, hogy simán meg tudták állni ott is a helyüket. Hát nagy izgalommal vártuk, mert nem tudtuk, hogy a két bajnokság közt mi a különbség, tehát hogy a miénk jobb,
mert mi hogy veretlenül, ott azért ők vesztettek pontokat. De viszont összehasonlítás alapunk nem volt, mert nem játszottunk se abból a bajnokságból senkivel, ők se senkivel, így mi próbáltuk feltérképezni az utolsó bajnoki meccsünket, ahol itt a Phoenix csapatával játszottak egy bajnoki döntőt, ezt személyesen meg tudtam nézni. Ott azért láttam, hogy egy nem rossz csapat, sőt, aki meg tud nyerni egy bajnokságot, az alapból nem az, de fel tudtunk rájuk készülni, szerencsére egy olyan teljesítményt tudtunk nyújtani egyik benne a stadionban, egy pedig Gyirmóton, ahol nem volt kérdés az, hogy melyik csapat jutott fel majd a végén. Hát remélem, hogy egybe fog maradni a társaság, bár az a baj vagy nem baj, hát ez a gyerekeknek a fejlődése se is mutatja, hogy szinte minden évben, évvégén itt keresik meg a csapatokat, a játékosokat, a csapatok. Remélhetőleg minél többen itt tudnak maradni, egyben marad, és akkor azt mondom, hogy ez nem lehet kérdéses, mert a játszottunk edzőmeccseket kiemelt bajnokságban lévő csapatok, tehát ott már meg voltak méretve, és semmivel nem voltak rosszabbak, sőt, a tavaly összevetem a Debrecennel, aki simán tudta nyerni azt a kiemelt bajnokságot, mi itthon meg tudtuk őket verni, tehát én nem féltem őket ettől.